Az elmúlt két hétben nagyot fordult a világ az Aquitál FC Csákvárral, a bajnokság első 11 fordulójában nyeretlen együttesünk, előbb hazai pályán a Szolnok, majd idegenben a Budafok csapatát győzte le 2-0-ra. Az első nyertes meccsekkel sikerült elmozdulni a sereghajtó pozíciójából, a sikerélmények ráadásul nagy lendületet adhatnak a csapatnak. 7.-8. fordulótól vagyok itt, de már nekem is ez a 4-5 sikertelen meccs azért lelkileg is eléggé megviselt, nem hogyha még 11-2 lett volna, főleg úgy, hogy azért elég sok fiatal van a keretünkben, de hál' Istennek így együtt sikerült ebből a gödörből kimászni, csak hát az a fontos, hogy ebből ne adjunk alá, tehát ugyanígy folytassuk, és akkor úgy érzem, hogy minden rendben lesz. Az öltözőben is azért más volt a hangulat eddig, míg meg nem tört ez a vastag jég, és igazából szerintem most már a fejek is úgy tisztábbak ez a két nyert meccs után. Szerintem most kaptunk egy olyan lendületet ezzel a két meccsel, hogy nem lesz szerintem különösebb gond ezek után. Szijjártó István vezető edző természetesen elégedett az elmúlt meccsek eredményeivel, ám játékban még messze nincs kész a csapat, melytől folyamatos fejlődést vár a szakvezető. Mindig is hangsúlyoztam, hogy egy agresszív típusú edző vagyok, aki szereti, hogyha egy nagyon dinamikus játékot mutat a csapata, dominál a pályán, tehát labdavirtoklásba mondjuk jó lenne elérni egy 60%-ot minden mérkőzésen, ehhez rengeteg futás kell. Vagyha éppen elveszük a labdát, akkor rengeteg párharcot meg kell nyerni, és abból az átmenetekből úgy kijönni, hogy a támadásokat jól tudjuk befejezni. Vannak rá jelek már a mérkőzésen természetesen, de még messze van az attól, amit én elvárnék a tökéletesség szempontjából. A hétvégi fordulóban a 15 pontjával a 14. helyen álló Budaörs együttesét fogadjuk. A csapatunkat 6 ponttal megelőző riválist az a Bognár György irányítja, aki korábban évekig az Aquitál FC vezetőedzője volt. Egykori és jelenlegi szakvezetőnk ráadásul kiválóan ismeri egymást, 2016 őszén együtt is dolgoztak a Puskás Akadémia szakmai stábjában. A Gyuri csapatait mindig ez jellemezte, hogy nagyon nagy meglepetés eredményeket tudnak felmutatni, és tudnak váratlan vereséghez is hozzájárulni. Elég hektikus a csapatuk, úgyhogy próbálunk jól felkészülni belőlük. Vannak videófelvételeink, ismerem a Gyuri gondolkodását, a futballhoz való hozzáállását és a filozófiáját. Arra is fogok számítani, a Buda is ezt fogja játszani. Szeretnénk ezt megakadályozni, és emellett a mi játékunkat előhozni, úgyhogy hogy az eredményes legyen. Játékosaink bíznak abban, hogy a Budaörs ellen a két meccses győzelmi szériát sikerül tovább nyújtani. Mindig az aktuális ellenfél az, akire így rákészülünk, és ugye hát a Szolnok ellen is bebizonyítottuk, hogy igaz, hogy a Szolnok negyedik volt, meg a tabella utolsó helyen álltunk éppen akkor, de sikerült egy harcos, magabiztos játékkal legyőznünk őket. Úgyhogy még egyszer mondom, ha ez sikerül ugyanígy hétről hétre kivinnünk a pályára ezt a lelkesedést és ezt a taktikus játékot, akkor úgy gondolom, hogy bárki ellen lehet esélyünk. Ahogy a Szolnok ellen játszhatunk, meg a Budafok ellen, ha ugyanolyan fegyelmezetten és keményen összetartóan játszunk, ugyanúgy labdavesztés után össze tudjuk szűkíteni gyorsan a területet, ha odafigyelünk a kapu előtt a befejezésekre, akkor nem lesz gond. Az Aquitál FC Budaörs bajnoki összecsapás október 22-én 17 órakor kezdődik Csákváron.